és ebben a pillanatban jól el tudott indulni az egész mezőny, a Pegasus magazin Papp Sándor emlékverseny csapata. D'Angelo kapott rögtön lábra, és áll az ére mögötte, ott van Finiston jó pozícióban. Jól indult áprilisi Móka, ő is ott tartózkodik a fejben, illetőleg Brita is jól startolt el Tomás Lukásekkel, és megpróbálja meghúzni a tempót az iramot D'Angelo, úgyhogy pillanatok alatt egy olyan két hosszas előnyre tesz szert az üldözőkkel szembe. Áprilisi Móka van ott mögötte, aztán Last in Space színei tűnnek föl, majd pedig Brita egyelőre a negyedik helyen, Legendary Joy, Finiston a következő lovunk, és hát igyekeznek a hátsóbb lovak is egy picit előrébb menni. Miley Arus, Irish, illetőleg Sand Strong is próbálkozik fölfele menni, ugyanez igaz Lord Winterre, aki most már ott kapaszkodik a közép mezőnybe, és azért tömbösödik az egész csapat, ez pedig azt jelenti, hogy D'Angelo-val is egy picikét talán megfogta az iramot lovas a Gianpasquale Foaz akkor, amikor érkeznek a kanyarba, a bevezető kanyarra, és itt kívülről bizony nagyon megindulni látszik Miley Irish. Valóban elindul Miley Irish 800-as táblát elhagyva, a háttérben egyébként Shining Star a sor végén, de elég komoly szerszámbalesettel, kengyel nélkül lovagolja lovassa. D'Angelo ezúttal is nagyon-nagyon vezet, és talán most egy picit próbál még inkább rátenni, elkezdi Gianpasquale Foaz lovagolni, és ismét vagy 8-10 hossza vezető D'Angelo előnye. Lost in Space jelenleg a második, Miley Irish a harmadik, a háttérből elindul Lord Winter, de lehetette ennyi előnyt adni D'Angelo-nak, ez kiderül majd az utolsó 300-on, Lord Winter azonban elindul, mögötte Sand Strong is egyébként jól zárkózik. A 300-as táblánál egyre inkább olvad D'Angelo előnye Lord Winterrel szemben. Lord Winter megérkezik, Georgia folytatja a szárnyalást, Lord Winter elsétál az élen, D'Angelo pedig fárad, jön Lost in Space, jön Sand Strong, érkeznek a többiek, Kinis is remekül fut, Lord Winter pedig lesétálja ezt a mezőnyt, esélyeshez méltó módon. Lord Winter a nyerő méghozzá nagyon-nagyon könnyedén, Lost in Space lesz a második, és óriási meglepetése, Kinis az, aki kívülről megérkezik, és ott van ő is a dobogón.